2011. A digitális technika virágkora. Egy fiatal univerzum, ahol a matematika új művészeti ágakat generál. Egy kor, melynek művészei hihetetlen módszerekkel feszegetik saját szellemük és a számítástechnika határait. Mi megláttuk és így eldöttük az anyagot, hogy úristen, ezt meg lehetett ebben a programban csinálni. Olyanokat láttunk a képernyőn, amit azt mondtuk, hogy ezt nem lehet megcsinálni. A lényeg az, hogy egy olyan produktumot prezentálj a végén, amitől összefossák magukat az emberek. Egy szubkultúra, ahol az amatőrök is lehetnek profik. A legnevezetesebb C64-es zeneszerkesztőt megírta az egyébként postásról. És a profikat sem a világsiker vagy a pénz hajtja. Egy ilyen demónak a zenét valamilyen módon, valami komerciális módon felfuttatni, ez valahogy távol áll az egésznek a filozófiájától. Egy művészeti ág, ahol aktív közösség nélkül az alkotás is elhalna. If people stop making parties, the machine will die. Egy különös világ paradoxon, hogy a számítástechnika robbanásszerű fejlődése hozta létre, de a fejlődés megállíthatatlan tempója rejti is elhelyünk. És mindenki használja ezeket, ezért manapság ez annyira nem terjedhet el. Ez a kifejezés, hogy demoszín halott, ez az utóbbi 30 évben mindig elhangzik. Egy szubkultúra, melynek saját természete akadályozza meg, hogy kilépjen az undergroundból. Viszonylag komoly technikai alapokon nyugvó, művészeti, számítógépes, underground, ingyenes valami. Csodálkozol, hogy nem népszerű? Hallottam már ezt a kifejezést, az ilyen digitális graffiti a demoszín. Nincs állami támogatásra, nem számítunk kultúrának, nem számítunk művészetnek. Végignézel egy 5 perces videót, leesik az állat, hogy milyen kúra jó volt, és a végig kiderült, hogy igazából ez egy mutáján 10 000-szer ráfér egy DVD-re, CD-re. Itthon alig ismert magyar alkotók, akik a világ legjobbjai közé tartoznak. Autentikus arcit akartak, és egy magyar srácot kivittek USA-ba angolul beszélni. A legelső release-ünkkel elmostuk őket a picsába. 4 complete demo parts in 164K intro, which was astounding. Már pedig jön az a kis magyar csapat, aki fogja és szájba pakolja a komplet mezőit. Vakondok 2, Demo Scene, az algoritmusok művészete. Bemutató 2011. november 17-én a Dürer Kertben.